Makóváros önkormányzata a támogatási rendszer tekintetében ezt az évet a fiataloknak szánja. Ennek keretében az elkövetkezendő időszakban több olyan program, illetve pályázat indul el, amelyek elsősorban számukra nyújthatnak segítséget. A képviselőtestület február 8-án a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött többek között arról, hogy ebben az esztendőben 10 millió forinttal támogat egy új ösztöndíjprogramot. A Makó számít rád. Ösztöndíjprogram elsősorban azokat a fiatalokat fogja támogatni, havi akár 30 ezer forintos pénzkerettel is, akik szakközépiskolai, szakgimnáziumi vagy mesterképzésben kívánják folytatni tanulmányaikat szeptember hónaptól, 2017. szeptemberétől. Fontos azt hangsúlyozni, hogy ez az ösztöndíj program két évre szól. A két év között természetesen szüneteltetési lehetőség is van, attól függően, hogy az egyes szakképzésekben ráképzési tanulmányokat kívánnak-e folytatni. A rendelet tervezetet helyi szakemberekkel is áttekintették, a felmerült kérdéseket, valamint a konkrét javaslatokat pedig egy fórum keretében beszélték át. A felek megegyeztek abban, hogy az ösztöndíjprogramra azok a makói lakóhelyen rendelkező diákok jelentkezhetnek, akik valamilyen hiányszakmát tanulnak. A megyében jelenleg az ács, a faipari, épületgépészeti, heggesztő, gépi forgácsoló, valamint a női szabó szakmák azok, amelyek emberhiánnyal küzdenek. A Marosmenti Vállalkozók Szövetségének elnöke örömmel vette, hogy az önkormányzat hathatósan támogatni kívánja azokat a diákokat, akik ezt az utat választják. Ezzel úgy gondolom, hogy elő fogjuk érni azt, hogy egyre több gyerek választ a különböző hiányszakmákat, és itt fognak helyezkedni Makón, és biztosítva lesz a vállalkozásoknak az utánpótlás. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója is egyetértett azzal, hogy ez az új ösztöndíj, valamint az iskolák és a helyi cégek összefogása elsősorban azért kiváló, mert ennek segítségével talán vonzóbbnak találják a fiatalok Makót, és a későbbiekben is itt képzelik el a jövőjüket. A tanulóink zöme nehéz családi hátterű tanuló. Sok esetben a szülőknek gondot jelent a tanulmányokhoz szükséges összeg előteremtése. Ezzel az ösztöndíjjal bízunk abban, hogy egy kicsit könnyítjük ezt a, vagy levesszük ezt a terhet a családok válláról. Másrésztről pedig a város nagyon jól gondolja, és ezzel tökéletesen együtt értünk mi is, hogy szükség van a hiány szakmákban a szakember utánpótlásra. Az idei költségvetés terhére szeptembertől 60 makói fiatal részesülhet támogatásban. Az ösztöndíjra az érintett tanulók pályázati úton jelentkezhetnek, melynek kiírására április 30-án kerül majd sor.